A Perzsián is lehet dittó a Google szerint. Oh, király! Akkor majd rámegyünk a cicákra. Katasztrofális az outfitem, de sajnos erre tellett. Győzik és cipőre, és mondjuk van nálam egy 50-es szintű trópusi vihar. Na gyere, csaje! Azon átgyalogolunk, azon a kiskutyán. Kisgudja. Come at me with everything you got? Azt te átgondoltad? 21-es a kiskutyád. Lost Ark kormánnyal. Az a baj, hogy a Lost Ark az tipikusan egy olyan játék, amit jó kontrollerrel játszani. Tehát az nem lenne annyira nagy challenge. Ma azt az ismerőseim közül is sokan játsszák kontrollerrel a külföldiek közül. Jó, most próbálkozik egy pómival. Az a baj, hogy igazából ő borzasztóan gyenge hozzám képest. Tehát mintha ő nem foglalkozott volna eleget a pokémonjaival. A Fortnite kormánnyal az durva lenne. Na jó, én váltok inkább, mert túl erős vagyok. Hozzuk be Kuncsút. Na, mutasd, mit tudsz. Ő most ugye hozza az alap pokémonját, ami már átalakult, aki kap tőlem egy Twin Beam-et. Aj, de most terraformálja. De azt hiszem, ő ugyanúgy vizes maradt tőle, ahogy látom a bohóc sapkáját. Na. Akarsz egy terraformált atakot? Ja, én nem tudok olyat. Igen, egy kicsit olyan feelingi van, pedig látjátok, hogy nem az van, hogy szana szét farmolnám magam, mármint hogy egyet fejlesztenék, hanem igyekszem arra, hogy aki magas szintű, azt ráadásul kirakom, és akkor mindenkit azért így kicsit XP-zni, hogy egy szinte legyenek, de még így is úgy néz ki, hogy a riválisomnál sokkal nagyobb szintű vagyok. Hát Junior, nem tudom. Az ETS-t mindenképpen, tehát egy ilyen chillessel akarok indítani, aztán majd meglátjuk. Most már azért így, hogy lett kormányom, így azért funkibbak lesznek szerintem az autós játékok. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örültem, amikor ezt kaptam a Horitól. SnowRunner. A SnowRunner az inkább egy agyfasz, mint sem autós játék. Tehát, hogy ott azért keveset érzékelnél szerintem belőle, nem? Find hints about the secret menu item. Ó, Istenem, ez megint questelni kell. Amúgy, ahogy nézegettem az oldalon, nekem például kifejezetten tetszettek a Horitól ezek a pokémonos joyconok. Néhány annyira királyul néz ki. Na jó, hát akkor várjatok, mert itt kell valamit nézelődni, városon belül. Hát most nem tudom, hogy ide kell benéznem.
Amúgy igazad van, a SnowRunner az, az autós játékoknak a Dark Souls-a, pontosan. Gym test. Order the secret menu item. Steaket rendelek. Hatalmas steaket. Extra crispy. Citrommal. It looks like a regular dish. Maybe that wasn't the right thing to order. You should try ordering something else. Ó, Istenem, ezt backseat-eljétek, könyörgöm le, hogy mit kell csinálni. Mit kell rendelnem ahhoz, hogy ez meglegyen? Annyiféle dolgot lehet kérni, hogy ezzel, nem akarok ezzel időt húzni. Na most mehet a backseat. És ilyenkor hallgat a chat. Vad googlizásokba vagytok remélhetőleg a háttérben. Grillezett Pokémon van-e? Hát szerintem nincs. Hát végül is a grilled fish az lehet valamilyen Pokémon. A legfelső az grilled rizs ball. Rizses labda. Grillezett rizses labda. Ó, kösz, Purmi. Rizsból. Médium. Fireblast. Vagy Fireblast, igen. És lemon. Akkor a lemont azt eltaláltam. Gocsa. Köszi. És átalakult a mező. Normál Pokémonnal fogunk vagy szembesülni. Erre amúgy nem tudom, hogy hogy kellett volna rájönni. Gondolom, itt beszélgetni kellett volna az emberekkel. Mert nem hiszem, hogy a létező összes permutációt ki kell próbálni. Te vagy a gym leader? Do you want to face the exceptional? Yes! Larry! Leisure Suit Larryvel fogunk harcolni. Ó, nem, ott jön! Azt figyeljétek! Hát ő nem Leisure Suit. Jézusom, mekkora homlokod van, tesó. Ha egyet kéne tippelnem, egy szovjet kismókusa biztos, hogy lett. Megigazítja a kellemesen fölrakott nyakkendőjét. Komala. Jaj, de édes, édes Istenem! Hát ez szuper cuki. Van benne bagoly. Drawing. Ó. Karmolgassuk meg. Jajaj, na most el fog altatni engem. Azt a rohadt, de mekkorát vert rám? Föl is keltem magamat. Hallod, az a slam az hatalmasat rakott. Ez meg fog ölni. Hú, kivédtem. Nagyon jó. Oké, ez a koala, ez borzalmasan erős. 42-es lett hó.
Aseco 25-ös energialabdát akarom megtanulni? Na, mit tud az energialabda? 90, a Flower Tick az 70-es, viszont az Always Lands critical hit. And it fires at the target. This may also lower the target special death. Hát, szerintem egy 70-es fix critical hit az többet ér, mint egy 90-es nem critical hit. Úgyhogy ezt nem tanítom meg neki. Ó, ez az, jön a butt plug. Figyelj, Sanyesz, itt van a segdugó Pokémon. Szia, Dani! Dani, majd nézd vissza a streamnek az elejét, hogy milyen eszméletlen durva ajándékokat kaptam a Horitól. Ajaj. Jó, jó. Így kell még egy ütés neki. Abba belehalok. Nem. Hát, ha most paralizál... ne. Mondjuk a hiperdrill után szerintem nem tud támadni. Hát de. Oké. Kuncsút hívjuk segítségül. Na, Kuncsú, taposd el. Taposd el a segdugót. Helyes. Oké, és nem váltunk. Na, most jön a durvulat. Na, mi az utolsó Pokémonod? Staraptor. Az szerint az azt hiszem a tüzes madár. Dobjuk rá egy Twin Beam-et. Jaj, azt nem mondta, hogy te is terraformálsz. Na, mit csinál? Kiszól a közönségnek. Mindjárt egy szurkoló tábor? Kinek a nagy faterja az ott? Na nézzük. Oké, most már mindenki neki szurkol. Put on a bit more to the show. Azt tudja, hogy az lesz, hogy akkor terraformál. Na, tudtam. És azt hiszed? És azt hiszed, hogy ezzel nyerni fogsz? Showtime! Facade! Na, figyelj, Pistikém! Neked most valami kurva nagyot kéne menned! De már megint fa... Édes jó faszom, mi van már veled? Ezt ugye tudod, hogy nem fogom hagyni. Na szóval, olyan body slam-et kapsz, barátom. Mondjuk ez az aerial ace, ez fáj. Nem baj, nem baj, ne aggódjál. Brite! Hülye vagy, nem engedelmeskedik nekem, Solmir. Solmir, meg fogsz halni, hogyha nem engedelmeskedsz, bar. A kurva életbe már beléd. Hallod, Solmir, drága cimborám? Azzal ugye bazira tisztában vagy, hogy brutálisan meg fogsz dögleni, hogyha nem csinálod azt, amit kérek. Ki kell bekkelni egyet, hogy egyszer hallgasson rám ez a szerencsétlen. Figyelj! Na, figyelj, tehát ez az egy lehetőséged van. Vont obej. Oké? Na, akkor mondom, mi lesz. Te szépen most meghalsz.
Te most meg fogsz halni, az a baj, hogy az Aerial Ace-be bele fog halni egyébként Hope is. Nagyon jó ez a ritka Pokémon, igen, igen. Hát ő most így meg is hal. Jó, semmi gond. Behozzuk Gorebiszt, csak azért, hogy meghalljon. Lehetne holnap este 6, mert mi lesz holnap este 6-kor, Dani? Na, megátkozom. Ezt legalább túlélte. Igen, most saját magamat valószínűleg megölöm, csak azért, hogy megátkozzam. Így van, ott is van a hatalmas, az átkot. A Cruciatus átkot ráraktam. Igen, cserébe bejöhet Aseko. Viszont most revivalgatnom kell. Mert egyébként meg fogok halni. Jó, revivalhatjuk őt is. Valószínűleg Aseko most meghal. Igen, hát a faca, de azt már ismerjük. Az brutálisan meggyilkol mindenemet. Kíváncsi vagyok, hogy az a curse az mit fog művelni a testivel. Szépen tépegeti a HP-ját, nagyon jó. Akkor gyere vissza, Kunchu. Oké, okay, Kunchu, te is csak azért jössz be, hogy egy másikat is revivaljak. Aki, hát az a nem engedelmeskedős Lopikula lesz. Így van, túl kell élnem egészen addig, ameddig az az átok, amit rászórtam. Nézd meg, szerintem még egy-két kört túlélek. Jó, behozzuk Solmirt. A nem engedelmeskedő Solmirt. És közben revivalunk egyet. Gyere, Aseko, vissza az élők közé. És kapunk egy Aerial Ace-t, igen, de abban nem haltunk bele. Cserébe viszont, barátom. Oké, még egy. Még egy, amit tudjátok, hogy mit fogunk akkor? Egy Hyper Potion-t rátolok Solmirre, és azzal ő túlél. Na, egy Aerial Ace-szel még megpróbálkozik, és az átok, amit a családjára szórtam, átvette az uralmat teste fölött, és győzedelmeskedtünk. Szóval ennek a csatának a győztese igazából Gorebisz volt, aki a saját életét feláldozván halálos átkot szórt az ellenfelére. Győztünk. És ott is van. Kunchu drága, na mutasd, mi lesz belőled. Igazából annyi történt, hogy a seggéről a fejére vette azt a maszkot. Amúgy ötletes. Nem egy csillámpóni. Így van, Gorebisz egyébként, ezt te nyerted meg nekünk. Azt mondja, hogy having three gym badges in hand makes it easier to catch Pokémon. And they will actually listen to you. Ez még csak a harmadik badge-em? Akkor ezért nem engedelmeskedik nekem például a level 50-esünk. De a 42-es hóp meg igen, tehát akkor igazából 42-nél még jók vagyunk. Mert ez csak az elkapásról szólt igazából. Gorebisz és a revive potik. Az mi haja van, azt figyeljétek, hát ti nem látjátok a hülye fejemtől. Na figyeld, azt nézd, milyen haja van.
Hát te ki vagy? És miért van egy óvoda a háttérbe? Lehet, hogy az is számít, hogy melyiket kaptam el, mennyi ideje van már nálam, meg mennyit szinteztem. Valószínű. Hát ő itt hagyott, mint ebbe a szarát egyébként, de amúgy egy koboly karakternek tűnt. És akkor most például Kuncsú elérte a végső formáját? Át tudja adni a helyét valakinek, aki még kis csira? Aha. Na, akkor várjatok, mert akkor viszont Kuncsú, először is menjünk ide. Hileljük fel a piciket. De amúgy egyébként Kuncsúnak a kinézete nekem tetszik, az a zsiráf. Ez jóféle. Különleges. És 33-ason érte elő a végső formáját. Jó. Kinek tudunk helyet adni? Valami nagyon picit kellene behozni. Legyen Atanosz. Ő level 5-ös. Ő szét fog durranni az XP-től. Ő nem tudom, hogy kicsoda, micsoda, meg hogy mivé fog átalakulni, de elég durván néz ki. És akkor most vadászhatunk megint új dolgokat. Na tessék, például egy pokélabda. ...900 fokba tekerhető? Az durva! Zsola, nagyon szépen köszönöm a 13. hónap Prime-ot! Köszi! Nézzétek csak, 5-ösről 10-esre fejlődött azonnal. Jó, a cica az nem ad sok HP-t, az biztos. Hop! Itt van Pacsi Picsu! Ilyen Pacsi Picsu volt régen Kucsi. Arra emlékszem. És még nem is kaptuk el. Viszont ez lehet, hogy bele fog halni. Igen, gondoltam. Jó. Akkor ezt úgy kell megoldanom, hogy mondjuk Aseko. Hoppá, nem. Aseko harcoljon első spoton Pacsi Picsuval. És akkor biztos el tudjuk kapni. Na, Aseko tuti nem öli meg. Ezt a Pokémon játékot hol lehet megvenni? Hát ez Nintendo Switch-es, ugye exkluzív. Akár meg tudod venni, ugye, hogyha van Nintendo Switch-en, akkor ugye ott a store-ba, vagy konkrétan, jaj, ez nem volt jó, vagy konkrétan ugye boltba fizikál kopit. Ja, ez nem PC-s játék, ez ugye ilyen Nintendo exkluzívak a Pokémonok. Na nézzük, ki lesz a Pacsi Picsa. Elkaptuk. Köszönjük szépen Asekónak, hogy segített nekünk, és már 15-ös Atanosz. A PC-set szeretnél Stone-ból, akkor én a Temtemet tudom neked ajánlani, ami veszett durván jó.
sokkal nehezebb, mint bármelyik Pokémon játék, és brutálisan jó. Ha azt nem ismered, akkor azt mindenképpen nézd meg, az minden fillérét megéri. Az nagyon-nagyon-nagyon jó játék. Na és Pachi Picsa Sixfo lett. Hát elnézést, Sixfo. De ez mind te vagy. Jó, az még egy új Pokémon. Lemonade. Meg itt most már harcolhatunk az itteni emberkékkel is. Egy ultraball. Jaj, már megint te. De te nem érsz szart se. Az micsoda ott? Te jó ég, mi vagy te? Atyavilág. Speedops. Arra úgy készülj egyébként, hogyha ismered a Pokémonos játékokat és játszottál velük, én úgy, hogy az összessel játszottam, és imádom, a Temtem borzasztó nehéz. Tehát az, abban aztán van kihívás, viszont pont ez a nagyon nagy előnye. Majd valamikor lehet, hogy mi is... Majd valamikor mi is elővehetnénk egyébként azt a játékot streamen, és nyomhatnánk, de úgy, hogy előről, mert azóta borzasztó sok minden érkezett hozzá. Bajszos sáska jött, igen. El is kaptuk. Na nézzük. Ő micsoda amúgy. Simán egy bogár Pokémon. Ó, és pont Dave. Nem most jelentkeztél? Dave Crazer. Nagy K-val írod azt a részét? Nem, csak simán így folytatólagosan. Nincs mit. Arra emlékszem viszont, hogy az nem volt egy olcsó játék. Annó még be lehetett húzni az elején olcsón, de azóta szerintem annak följebb ment az ára. Jó, ott mik vannak? Ott vannak ilyen bogarak. Ez mi? Te mi vagy? Egy koala! Ez az! Találtuk egy koalát, srácok! Ja, ó, bakker. Bocsa, Sekó, nem figyeltem a HP-dat. Hát kit hozzunk ellene, aki nem öli meg? A Gorebis biztos nem öli meg. Ja, 45 euró azért az nem olcsó egy játékért manapság. Gigadrain, szívkod ki. Ezt nem is vitt le a HP-jából. Na jó, várjál, mert a Destiny Bondra nem emlékszem, hogy az mit csinál. If the user is knocked out after using this move, this Pokémon is knocked out. Ja, az nem kell. Altassuk el. Hál' Istennek, ő nem tud engem megtámadni. Ó, viszont nem altathatjuk el a koalát. Akkor csak Gigadrain tudunk belőle szívni. Na, viszont ő meg elaltat engem. Jó, de ez most már talán elég HP-veszteség neki. De miért nem jött be neked az, Dave? Ó. Oh.
Ja, viszont ő semmivel nem tud engem megtámadni. Jaj, ne! Ő engem semmivel nem tud megtámadni. Valószínűleg azért, mert én ghost vagyok, ugye Gorebisszel, és ő meg akar rám tolni normál atakokat, és azok nem mennek. Ott is van. Na figyeljetek, megszereztük ezt a cuki pandát. Kérdés, hogy a panda az például átalakul-e? Lesz-e belőle gigantikus, nagyon durva panda? Normál Komala. Na nézzük, ki lett a Komalánk. Lexandro! Hú, lehet, hogy az évszám nem fér ki. De, pont kifér. 1974. Jó, behúztuk Lexandrót is. Ebből még nem derül ki, hogy neki van-e átalakulása, mert van mögötte spot. Jó, itt mik vannak? Bogár, ott van a szovjet kismókus. Csak várjátok meg, közben meg föl kellene élesztenünk Asekót, hogy kapja az XP-t. Igen, viszont... jaj, nem ezt akartam. Nem, mindenki. Nem a beg... ah, Istenem. Kapkodok. A hópot akarjuk visszarakni előre, mert ameddig nem elkapni akarunk valakit, addig viszont mehet a gyepálás. Nem mondhatod, az igazából az kérdés volt, hogy jó, hogy átalakul-e. Nincs neki? A fenébe. Szegény kis koala. Pedig milyen menő lett volna, hogyha átalakul? Igen, csak én például azt éreztem, amikor játszottunk ugye a Temtemmel, hogy egy Pokémon játékban is sok kontent van, ha azt nézed, hogy mennyi mindent csinálhatsz. Viszont most már évek óta egyébként én azt érzem, hogy egyik Pokémon játéknak van sincsen igazából kihívás. Mert mindegyik borzasztóan egyszerű lett. A Temtemnél viszont nem ez volt. Tehát ott már rögtön az elején is szívsz, mint a torkos borz. És nehéz. Ilyenünk azt hiszem nincs. Baszkulinunk. Lehet, hogy nem is lesz. De. Tű! Hát ez azonnal kijött. De ők jól felépítették? Mármint most ezt melyikre mondod, Pihe? A Temtem nehézségére? De figyelj, ezt nem tudom elkapni, vagy mi van veled? Maradjál már benne a labdába. És sárgába már el szoktuk tudni kapni, de vannak olyanok, amiket nehezebb. Na, csak benne maradt. Gorebisz 34-es lett. Na, megvan a baszkulinunk. Neki is adjunk nevet. Aftiel! Na, te lettél a baszkulin.
És hogy írod? Aftiel alulvonás KN. Oké, alulvonás KN. Ő átalakul, arra emlékszem, és egy hatalmas hal lesz belőle. Hagyjál, Psyduck! Jó, már megint itt van ez a virág. Az mi? Te jó szagú úristen, te mi vagy? Te nagyon pici vagy. Jézusom, hát ez meg mi? Egy pokilabda van a fején. Fún gus. Jézusom, ilyet én még nem is láttam. Szintézis, az a híleli magát, mi? Hát... Neki is három formája van? Mármint háromszor alakul át, vagy három különbözőt kellene belőle elkapni? Oké, én ilyen fungusosat még nem is láttam. Ez annyira durva. Grass Poison. Hát persze, hogy adjunk neki nevet, hát ez annyira aranyos. KB Junior. A te lettél a fungus. Lehetne cserélni a baszkulint, vállalnád? Aha, nézzétek, hogy mennyire ritka ez a Pokémon, amit mondtatok? Tehát csak jelenleg a képernyőmön van három. Hát ez annyira nem tűnik ritkának. Az a még valami? Hát ez meg micsoda? Jaj, ilyenem szerintem lesz majd, hogyha átalakul az enyém, nem? Lilligant. Szerintem ilyen nem lesz, ha átalakulok. Az a csodálatos, hogy jelenleg esik az eső a játékba, ezáltal szerintem a 20 FPS-ünk lecsökken 10-re. Ha megnézitek, mennyire lassú lett minden. Szóval őt most Petrilő lesz elvileg, és olyat, mintha láttam volna. Jó, akkor őt eltehetjük láb alól. Az igen. Hát lehet, hogy a 20-szal fölélődtem, igazad van. Viszont 21-es lett már Atanos. És egy revive volt rajta. Na nézzük, ott van még egy ilyen. Ez kizárt, hogy csak én legyek ilyen szerencsés. Ott egy sudu-vudu. Ilyen? Ó, várjál, lehet, hogy ez is új. Jaj, de csúnya vagy. Éjjjj, fúj, mi vagy te? Shroom is. Hát csúnya. Igen, ott megoldották. Hát ezt sajnálom, mert egyébként itt Switch-re szerintem ezt a játékot összecsapták. Ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni. Na, ilyenünk se volt még.
Azt hiszem, hogy ha átalakul, akkor viszont jobban néz ki. Na nézzük, ő ki lesz. Animus! Hát te lettél ez a nagyon csúnyácska gomba. Hát bízunk benne, hogy majd amikor átalakulsz, akkor szebb leszel. Aha, az a Lilligant az valaminek az átalakult verziója volt, igen. Oké. Okay. Elmúlhatna az eső, mert ez nagyon rosszat tesz a játéknak. Ott van egy kis Atanos, olyanunk már van. Itt a kis koala. Atanos suduvudu, pacsipicsú. Disznó. Az mi? Várjál, ilyenünk lehet, hogy nincs. Jaj, de ez a cseresz, ez az a cseresznye kuka. Oh! Álljál meg. Na várj, ez az előbb még egy cseresznye kukac volt. Hogy lett ez? Ezt láttátok? Ez nem ilyennek indult. Bazd meg, erre megöltem. Oké, de ez hogy? Hogy volt? Hogy volt ez más? És az? És ez micsoda? Jaj, ez a kis toboz. Olyasmi, mint a Ditto. Akkor ez is olyan. Oké, akkor most vigyáznom kell, hogy a Night Slash, az nem fogja megölni. Ti láttatok valamit? Hát ez nem alakul rá. Hát dark volt, és azért nyomtam Night Slash-t, mert hogy az is dark, és az not very effektív. De pontosan ezért ütöttem, mivel dark, ezért nyomtam rá egy darkot. De majd akkor legközelebb átváltunk másik Pokémonra. Viszont akkor itt... te hogy kerülsz ide? Ez egy tentakul? Toad School. Az meg mi a franc? Jaj, ez meg alszik. Ez a helyi tentakul variáns. Szia, Vívcs! Ennek meg kellene várni, mint amíg a homokozó föl kell. Mielőtt kiszopkodja belőlem az összes energiát. Na végre. Na, én is tudok drénelni. Figyelj, szívjuk egymást, jó? Te neked, én nekem. Szerintem működhet. Te kiszívod belőlem, én kiszívom belőled. Annyi, hogy most megpróbálok hipnotizálni téged. Avoided the attack. Az baj, mert most, hogyha leszív, akkor meg is halhatok. Ajaj. Gorebis barátom, léci. Ezt most be kéne adnod. Nagyon jó vagy. Legjobb vagy. Nagyon szép. Elaltattad, akkor most szívd. Szívd, amíg bírod! Én hatalmasat szívok Gorebissel.
Ennyi, és most megpróbáljuk elkapni. Olyan nagyot nem szívtál a HP-dba. És akkor ebben a játékban ebből lesz a Tentacool, majd utána a Tentacruel. Csak mert a Tentacool az ugye Water, meg egy idő után Water Poison. Most ez meg Ground. Ez egy Ground Grass? Mi van? Nincs köze hozzá? Az király, akkor ez egy új dolog. És akkor ez lett Zsola. És akkor ő semmivé nem alakul? Három tizennyolc. Szevasz, Loli. Alakul, király. De milyen kis cukia, hogy áll a két kis lábán. Jó, mi lehet még itt, ami számunkra érdekes? Igazából azt a Zoét kéne elkapni, amit mondtatok. Én megfoglak téged, Sudubudu. Ja, tehát ugyanúgy alakul, mint a másik, hogy Toads Cruel. Aha. Azt hiszem Sudubudunak a picie van nekem, úgyhogy ezt nem kell elkapni. Figyelj, erre még azt mondom, hogy ez még kevésbé lazy design, mint amikor arról van szó, hogy csinálnak egy harangot. Hát szerintem a harang az sokkal rosszabb. Ez sem ad rossz XP-t amúgy. Oké, de vajon hol lehet még olyan cica? Lehet lézi, de jól néz ki? Aha, egyébként ezzel nem volt problémám. Az ilyen harangokat jobban utálom. A harang, meg a csengő, meg a... Ezek ilyen borzalmas megoldások, tehát hogy nem áll. Meg egy ilyen bronz korong. Ja, lehet, hogy ő náluk használhatjuk, mert mindjárt megnézem. Egyáltalán az, hogy működik-e. Na, ez viszont sok XP. Gyere! A Scythert megölni, az sok XP. 28-as szintű. Ó, nem sok XP. Primeape. Tropius. Ez a szovjet mókus. Nem, ez Zoura, az kell nekünk. Hú, király, így akkor most erre rájöttünk. Aha, na jó, és őt viszont el kell kapnunk. Tehát azt mondjátok, hogy ő amúgy brutálisan jó, és olyan, mint a Ditto. Outrage, szintézis, body slam, hát ezekkel biztos, hogy nem járok túl jól. És ez a Zoura is olyan, mint a Ditto, tehát nem is alakul tovább? Fake Tears. Stomp. Átalakul? Király. És ő akkor igazából... De várjál, akkor ő... Tudod mit, ez kap egy ultralabdát. Na, majd mindjárt meglátjuk úgyis, hogy milyen típus. Jó. Na, lássuk, te mi vagy? Dark. Csak kizárólag Dark. Nagyon cukin néz ki. És Árpi bácsi lett. Zorua.
És azt mondjátok, hogy ő is majd át fog alakulni. Kicsinek sokkal cukibb amúgy. Hát ez soknál így van. Oké, az ott mi volt? Az ugyanolyan... Az a sárga egy Pikachu? Az egy rohadt Pikachu. Gondoltam, hogy statikus is ráadásul. Persze, hogy meg is öltük. Abban a pillanatban, ahogy megláttam. Jó, a Thanos viszont már 24-es. Jó, na várjatok, mert itt már ki kellene gyógyítani. Meg... De várj, nem vagyok messze a izétől. Akkor inkább ne pazaroljunk cuccokat. Hú, ez az 6 FPS-el rohanunk. Ott a perzsa cica. Halál minden Pikachu-ra, így van. Na a perzsa cica, az nézzük, hogy mennyire nagy para. Az a baj, hogy flinch couldn't move, meg paralizált is vagyok. Elveszi a pénzem! Ne! Azaz. Nem sok XP. Gorebis 35-ös lett. És a Payday miatt még felvettünk a földről pénzt is. Az jó. Mi történt? Ó, Istenem, ráléptem egy macskára. Inget, hagylak békén, jó? Nem bántjuk a cicát. Mire hílelni kéne. Ezt az esőt nem lehetne valahogy elmulasztani? Ez roppant mód idegesít, ez az FPS drop. Egy Pikachu kigurumit kéne kapnom? Az. Az az unikornisos kigurumi mellé nagyon menne. És akkor a következő Pokémont, ami kijön, az biztos, hogy abba kellene játszanom. Na jó. Most akkor menjünk erre. Az ugyanúgy ez a shroom. Ú, de ritka. Nézzétek, még egy. Az mi az a gigamedve? Az ursza. Teddy ursza. Ja nem, ursza ring. De az a pici maciból lesz. Úristen, na abba az meg. Egy medve ráugrott a kis cicámra. Ez tuti sok XP. Ja, amúgy nem rossz. 400-600. A Thanos a U-turn-t akarja megtanulni, azt ne tanítsuk meg neki, mert azt egyébként itt a hópnál is utálom, hogy kiváltok belőle. Hoppá! Aseko evolvál! Hello! Köszi! Na, Aseko barátunk? Azt a rohadt életbe! Hát, én nem gondoltam volna, hogy lehet bombább feje, mint volt. Hát hallod, egy rosta összvér lett. Azt a mindenit. De milyen rohadtul jól néz ki? Király! Primeape? Hát összvér lett, mert szamár volt, de ló lett. Szőrösebb lett, igen.
Hát csak nem magamat vágjam pofán. Oh. Hál' Istennek. Pista! Úristen, na nézzük Pistát! Megpistázzuk. Azt a úristen! Na jó, Pisti, nem viccel! Azt a... De rohadt jó! Fireground! Fű, ez jó, ez tetszik! Rockslide! Lava plum az 80, ez 60, az incinerate helyet jel. Igen, Pistiből István lett. Wow! De amúgy kajak, ezek tök jól néznek ki. Úgy szívem szerint már egy csomót bent tartottam volna fixen a partiba, csak kell a hely, hogy a többiek is fejlődjenek. De a Pista is borzasztó jól néz ki, meg egyébként Asekó is. Na, jöhet két új. Mondjuk jöjjön... Jöjjön a kukac. Jöjjön Yuza. Meg jöjjön Tabula Rasa. Jó, mert ők ketten nagyon picik, és akkor nagyon gyorsan fognak fejlődni. Az 50-est nem szedem-e ki? Amúgy de, igazad van, most már kiszedhetjük. Ne, egy carry elég. Jó. Na, és akkor válasszunk még valakit. Jöjjön Hunemerix, a kis cicerot. És akkor van most bent három nagyon-nagyon pici. Ők elméletileg elég gyorsan fognak fejlődni, és bízom benne, hogy gyorsan át is alakulnak. A Scyther az végül is azt mondtuk, hogy nem volt sok XP. Azt a rohadt élet! Jézusom! Mi az a kelés a fején? Ja, hogy ez át is alakul. Atya úristen, hát ez milyen borzasztó volt. Édes Istenem. Ja, hogy ennyi volt. Jó, a Hunemerix megjött. Figyelj, a Hunemerix bejött, egy győztes csata után meg át is alakul. Kriketonná. A bajszos tücsök. Az az agancsa volt az őszi verziónak. Az nagyon durván nézett ki. A mexikói tucsok. Nagyon jó. Na hát ez hamar megtörtént. Úgyhogy hamar lett egy újabb helyünk.